Magyarország idén kijött a recesszióból, de nem került tartósan gyors és egészséges növekedést hozó pályára, mondja a GKI. Szerintük az idei élénkülés szinte csak átmeneti forrásokból táplálkozik. Úgy vélik, ez kitarthat a választásokig, de a környező országokhoz képest eddig lemaradást okozó kedvezőtlen üzleti, jogi és befektetési környezet fennmaradása a jövő év második felétől már újra fékezni fogja a magyar gazdaságot. A GKI szerint a bankrendszer számára az igazi gond a devizahitelesek ügyének lebegtetése, és ha további jelentős terheket hárítanak rájuk, az a jövő évi 1,3%-os GDP előrejelzésüket is negatívan befolyásolhatja. Akar László a vendégem, jó estét kívánok! Kedves csak! A helyzet látszólag javul, de valójában nem. Hát hogy javulhat egy gazdaság látszólag, ami valójában nem? Hát ugye a helyzetet általában számokkal, statisztikai adatokkal szokták legalábbis a közgazdászok, meg a politikusok jellemezni. Hát maradjunk a közgazdászoknál. Na most igen. A számaink azok kétségkívül jobbak. De ha a folyamatok mélyére nézünk, akkor tulajdonképpen bizonyos perspektívában szemlélve a dolgokat, akkor nem vagyunk jobb helyzetben, vagy nem vagyunk érdemben jobb helyzetben, abban az értelemben, hogy Magyarország továbbra is egy leszakadási pályán van. Persze tavaly volt egy nagyon nagy mínuszunk a GDP-ben, és idén meg most a legújabb előrejelzésünk szerint lesz egy 1%-os pluszunk, de hát hogyha kivennénk a mezőgazdaság hatását az egészből, ami alapvetően ugye az időjáráson múlik, akkor nagyjából azt lehetne mondani, hogy idén stagnálunk, és tavaly pedig akkor csak mintegy 1%-kal csökkent. De ugye nem vetjük ki az időjárást, mert akkor se vettük ki az időjárást, amikor az időjárás lefele vitte. Na de pont most kivettem a bázisból is, ha randán fogalmazva, tehát igen. Mondjuk ha nem nézném az időjárást. Ugye van egy olyan mutatónk is, ami a magnövekedést tartalmazza, ez a maginfláció példájára, tehát ahol kivesszük ezeket az egyszeri, nagyon egyszeri jellegű ide-oda ugráló tényezőket, tehát mondjuk ha kivesszük a mezőgazdaságot, meg kivesszük az állam tevékenységét, tehát ami kifejezetten az állam GDP termelését, tehát akkor nagyjából ezek a számok jönnek ki. Tehát természetesen nem azt állítjuk, hogy az egy az ne lenne jobb, mint a mínusz 1,7, csak azt mondjuk, hogy a dolog lényegét tekintve sajnos a legfontosabb ügyben a beruházások, az üzleti beruházások tekintetében egyáltalán nem látszik az a fordulat, ami ahhoz kellene, hogy a magyar gazdaság, most megint egy csúnya szakszót mondok, növekedési képessége, növekedési potenciálja az elmozduljon. Ma tulajdonképpen nem vitatkozik senki a szakmában, hogy ez csak egy olyan évi 0,5% körül van, ami borzasztóan alacsony. Tehát, hogyha kivesszük a mezőgazdaságot, akkor a tavalyi mínusz 1,7-hez képest, azért más is van a potenciális növekedés, az persze, de nem, tehát ugye az egy ilyen hosszú távú képesség, igen. Ami egy-egy évben, amikor éppen ilyen-olyan hatások vannak, éppen lehet följebb menni, meg lejjebb menni. De a dolog lényege, hogy a magyar gazdaság növekedési képessége az borzasztóan leesett, a beruházási ráta az nagyon alacsony, ezen érdemi változás az állami beruházásoknál most van, mert az uniós pénzek ugye elkezdtek gyorsabban beáramolni, de sajnos az üzleti beruházásoknál továbbra sincs. A harmadik negyedévben mondjuk volt egy jó feldolgozóipari számunk, de az első két negyedévben meg nagyon nagy esés volt a feldolgozóiparban, tehát év összesenben ott sem lehet látni tulajdonképpen érdemi javulás, legalábbis a prognózisunk a negyedik negyedévben alapján. Mi az, ami megdobta a feldolgozóipart? Hát nyilván akkor, hát ez egész pontosan nem lehet meg. Nem, a feldolgozóipari beruházásoknál ott valószínűleg átadtak néhány nagy valamilyen beruházásokat, tehát ez a statisztikából közvetlenül nem derül ki, de hát az ilyen negyedévi számokat nem kell azért ilyen szempontból túl komolyan venni, mert ugye össze-vissza ugrándozhatnak az éven belüliek, az érdekesebbek. Tehát tehát tulajdonképpen azt mondjuk, hogy, és most nem csak 13-ról, hanem 14-ről beszélve is, hogy persze, mondjuk 14-ben valószínűleg a mezőgazdaság nagyjából ott lesz, ahol 13-ban, és valami enyhe javulás. Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, de mondjuk ilyenkor az a szokásos feltételezés, hogy átlagos időjárást kell ilyenkor venni, mert más nem lehet, de mondjuk ott nem lesz nyilván, vagy nem számolunk most azzal, hogy ott visszaesés lenne, és nyilván valamilyen jövőre az ipar is már azért egy picit fog növekedni. És idén. Az mitől?
Hát az európai konjunktúra az jobb lesz jövőre, mint idén, tehát nyilván ez kihatással lesz valamennyire az iparra, de mondjuk a beruházásra továbbra is ilyen 2% körülit mondunk, növekedést mondunk jövőre, idén 4-et mondunk egyébként, mert ugye ott is ez az uniós pénzek fokozódó beáramlása az azért a végéhez közeledik, hát ismerjük a szabályait az uniónak, tehát ugye 13-ig tartott ez a költségvetési időszakot, még valami átlóg a következő időszakokra, tehát ez is egy ilyen egyideig jelentkező hatás, és aztán utána ez nem, hogy nem jelentkezik, hanem pont fordítva le fog esni. Tehát az idei 4%-os beruházás az szintén az uniós pénzek az miatt? Alapvetően az uniós pénzek és az állami beruházásokból fog valószínűleg, és annak a szétáramlásából fog összejönni. Tehát az mondjuk a fogyasztásnál is idén nem látszik, hogy növekedés legyen. Hát ugye milyen hatalmas eredmény az ország szempontjából, hogy a gazdaság nő, de a fogyasztás nem nő. Hát ugye az emberek kevésbé érzékelik, hogy most mit csinál a beruházás, az export-import, ők inkább a fogyasztást érzékelik, abban meg nincsen növekedés. Most persze a jövőre már valószínűleg, miután a jövedelmek javulnak a kormány intézkedései nyomán, jövőre már egyenesen egy 1,5% körüli fogyasztás növekedés össze fog valószínűleg jönni. De ez jó, sem, nem? Hát most a lakosság szempontjából nyilván jó, de ugye ezek is a lenyomott infláció következtében alakul így, de hát a lenyomott infláció is olyan, hogy egyfelől ugye éppen ma is lehet hallani, hogy milyen fantasztikusan örülnek egyesek, hogy 1% alá került az infláció, ami önmagában persze jó dolog, csak más oldalról tudjuk, hogy a maginfláció az meg 3% körül van, tehát hogyha itt megint amit mi a boltban érzékelünk? Hát a boltban, a maginflációt? Nem, hát a boltban mindent érzékelünk tulajdonképpen, csak most ugye arról van szó, hogy az inflációt a rezsicsökkentés viszi le alapvetően, de hát a rezsicsökkentést nem lehet örökké rezsicsökkenteni, tehát ugye azért ez egy egyszeri jellegű történet, sőt, könnyen lehet, hogy ennek egy részét később majd vissza kell pótolni. Tehát, na jó, egyszeri döntés, de aztán az minden hónapban... Igen, de nem lehet minden évben, tehát hogyha... Tehát azt nem lehet, hogy minden évben 20%-kal leviszik a rezsit, tehát ez most egyszer, ez olyan, mint amikor egy adót megemel, egy áfát megemelnek, az egy évben fölviszi az inflációt, vagy ha csökkentenek, egy évben leviszi, de utána ez a hatás kimegy a rendszerben, és nem jelentkezik. Tehát azt lehet látni, hogy a mélyben itt is az infláció az gyűlik, és valószínűleg elég erősen a felszínre fog kerülni. Azért kérdeztem, hogy mit érzünk a boltban, mert hogy a számok mögött mi emberek vagyunk, a gazdaság teljesítő képesség, az mind mi vagyunk. Hát persze, hát a rezsit azt érezzük. Mind mi vagyunk, a rezsi, igen, mind de mi vagyunk. A bank de kivonaton is érzékeljük azt, hogy a transzakciós illetéket, hogy 50%-kal többe kerül most a bankolás, mint egy évvel ezelőtt. Tehát azért az is látszik, az ember kevésbé szembesül vele, mert nem mindenki tanulmányozza havonként a bankszámla kivonatot, de ha megnézi, hát ott irdatlan emelkedés van például a bankok számláknál is, de hát nyilván az élvezeti cikkekre is azért azt érzékeli, hogy többet költ. Tehát ugye tehát azért szóval ez a lényeg, hogy mit érzünk mi a boltban, a számok mögött mi vagyunk, az 1% alatti happy inflációt ért el ez az ország, ezt érezzük-e a pénztárcánkon, vagy pedig ezt a bizonyos maginflációt érezzük, ezt a 3% körülit, tehát hogy nem lett nekünk olcsóbb az élet maximum, hát a rezsicsökkentés miatt. Hát a boltba mentünk, ugye a rezsi az nem a boltban van, tehát speciál a boltban. Költeni valónk több marad, hogyha a rezsicsökkentés miatt több marad otthon. Ez így van, tehát azért az nem lehet vitatni, hogy a jövedelmi helyzet az jobb lett idén Magyarország, és lesz jövőre is, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt volt, de hogy ez hogy érinti a lakosságot, azt meg onnan látjuk, hogy a fogyasztás ennek ellenére nem nő, mert hiszen 500 ezer teher sújtja a lakosságot, tehát nincs abban a helyzetben, hogy az enyhén javuló jövedelmeit azt igazán többletfogyasztásra költse, illetve hát ennek van egy másik része is, hogy ha összességében több a jövedelem, azért az is kérdés, hogy az milyen szerkezetben több, mert ugye ha annál több, aki ugye sokat keres, annál megint más a történet, mint ha annál több, aki alapvetően pénzhiánnyal küzdik, és ugye hó közepe táján vagy vége táján már elfogy a pénze. Tehát persze az emberek szempontjából nyilván érzékelhető, és ezt mutatják a különböző ilyen bizalmi indexeink is, hogy most egy kicsit jobb a helyzetük, mint volt
egy évvel ezelőtt, és ez nyilván megjelenik a közérzetben, de más oldalról, ha most ugye elemelkedünk ettől, és azt nézzük, hogy a gazdaság mutató számai azok mit hoznak ki, ott azért csak az a dolognak a lényege, hogy látszólag van egy szerény javulás, de igazából ebben nagyon sok egyszeri tényező játszik szerepet, és egyáltalán nincs arról sajnos szó, hogy az a fordulat bekövetkezett volna, amit mindenki szeretne látni, hogy megint, ahogy a 90-es években ugye az volt az arany szabály, hogy a magyar növekedés az mindig 2% ponttal magasabb lesz, mint Németország növekedése, na most ettől fényévnyire vagyunk, mert nem arról van szó, hogy fölzárkózzunk Európához, hanem arról van szó, hogy még mindig rosszabb a teljesítmény. Most lehet, hogy ebben az egy évben jobb lesz a teljesítményünk 13-ban, de hát ha már egyben nézzük az utolsó három évet, akkor erről már nincs szó, vagy ha előre nézünk, akkor sincs szó, és pláne lemaradunk mondjuk a környező országokhoz képest, tehát talán Szlovénia az egyetlen kivétel, vagy egy kicsit Horvátország, de ettől a kettőtől eltekintve az összes többi volt úgynevezett szocialista ország, az sokkal jobban teljesít, mint ahogy mi teljesítünk. Nézzük tehát ez a fő baj. Foglalkoztatást, mert akkor leszünk mi jó fogyasztók, meg a hangulati bizalmi indexünk is akkor megy fölfele, hogyha van munkahelyünk. Anélkül ugye nehéz lenne fogyasztóvá válni és költeni. Igen. Szóval mi a helyzet a foglalkoztatás terén? Hát itt is sajnos az a helyzet, hogyha ugye ez egy elég régóta zajló eszmecsere, hogy milyen statisztikai számokat kell nézni, de az igazán hiteles számok, tehát amik biztosan úgy vannak, azok az nemzeti intézmény statisztikában jönnek ki, tehát amikor a munkaadók lejelentik, hogy ők hány embert foglalkoztatnak. És ezen statisztikák szerint, hogyha kivesszük a közfoglalkoztatásban részt a közmunkásokat, akkor sajnos a foglalkoztatás az mérséklődik. Ez, ez az igazi baj. Na most persze, ha olyan statisztikákat nézünk, ahol ugye megkérdezik csak a háztartásokat, hogy volt-e x óra munkája az elmúlt időszakban, akkor ott már ugye bekerülnek nyilván a közmunkások, bekerülnek mondjuk a feketén, vagy így-úgy foglalkoztatottak, és bekerülnek a külföldön foglalkoztatottak is, mert a családból valaki válaszol, hogy igen, a Józsi az Ausztriában, hogy valahol dolgozik. Na most azok, tehát olyan mutatóban... Nem, csak azt mondja, igen, a Józsi az dolgozik, és azt már nem derül ki, hogy igen, egyébként Ausztriában. Igen, de hát elvileg az a módszertan is, hogyha egy éven belül dolgozik, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy nálunk számba lehet venni, hogy egy éven túl, akkor már nem nálunk kell, de hát ezt ilyen mélységében ugye egy ilyen telefoni megkérdezésen ezt alig lehet kideríteni. Tehát azt akarom mondani, hogy hát ha így nézzük, akkor van ennyi javulás valószínűleg a számokban, de a dolog lényegét tekintve, a valódi foglalkoztatást tekintve nem lehet azt mondani, hogy igazi javulás lenne, sőt inkább még ennyi romlás, ami persze nem csoda, mert egy ilyen stagnáló, minimálisan növekvő gazdaság mellett tulajdonképpen hát ez adódik. Azt is mondják önök, hogy választási gazdaságpolitika körvonalazódott. Ez 2013 vagy 14 vagy mindkettő? Hát mindkettő, de ez nem a klasszikus választási gazdaságpolitika, mert ugye ez hát a Magyarországon az volt a hagyomány, hogy ilyenkor a költségvetés szaladt el. Tehát, hogy a költségvetésből, a pedagógus béremeléstől a minden csodát végre, bár persze pedagógus béremelés az most is van, de nem igazán a költségvetés szalad most el, ezt lehet látni. Tehát nem választási költségvetés van, hanem abban az értelemben nem, hogy nem hiányból nem hiányel szaladásból finanszíroznak közvetjavító intézkedéseket, hanem egyéb módokon. Tehát nyilván persze, hogy amilyen lépéseket összetesznek a költségvetésben, annak van ilyen összefüggése. Tehát ugye hosszú évekig a közszférában semmit nem csináltak a bérekkel, de ugye most a pedagógusoknál mondjuk azért elég komoly béremeléseket hajtottak végre, de igazán az idézőjelben választási gazdaságpolitika ez most a rezsicsökkentés formájában jelenik meg, ami egy magyar invenció, azt kell mondani. Tehát, hogy lehet úgy a közérzetet javítani, hogy ez ne terhelje azonnal a költségvetést, mert ugye ez igazából... Erre mondjuk azt, hogy ügyes? Hát bizonyos értelemben ügyes. Majd még megisztuk a levét. Hát majd megisztuk a levét nyilván, de hát mert ez végső soron a vállalatokkal, tehát a szolgáltató vállalatokkal finanszíroztatja meg a szolgáltató vállalatoknak a nem lakossági ügyfeleivel finanszíroztatja meg. Meg ugye ezt írjuk is az anyagban, hogy most véletlenül szerencséje is volt a kormánynak annyiban, hogy itt a világpiacon is volt egy bizonyos árcsökkenés, és ami úgy normálisan is bekövetkezett volna a piaci folyamatok működése eredményeképpen, azt most ugye úgy lehetett bemutatni, hogy ez a bölcs kormány döntésének
Mikor éreztük azt utoljára, hogy a piaci folyamatok úgy befolyásolták az energiaárakat Magyarországon, hát hogy elkezdtek csökkenni? A utóbbi időben inkább emelkedtek, de mondjuk azért a benzinárnál voltak időszakok, ahol azért volt, amikor a benzinár az kifejezetten csökkent. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy valamennyit akkor is csökkent volna a gázár, mondjuk, hogyha nem tesz semmit a kormány ennek érdekében. Így viszont a teljes gázár csökkentés, azt most be lehetett úgy állítani, hogy az kizárólag az beavatkozásának köszönhető. De ezzel együtt ez mintán olyan mértékű most már, hogy ez már azért komoly terheket ró a cégekre, mondom, a kifejezetten a szolgáltatókra is, meg azt is világosan lehet látni, hogy azért a vállalatoknak, akik igénybe veszik vállalati fogyasztóként ezeket a szolgáltatásokat, hát azok drágábban kapják, mint különben. Az mitől van, vagy mi alapján mondják önök azt, hogy ez a élénkülés, vagy átmenet és a választásokig kitart, utána pedig egy fék következik majd a gazdaságban, tehát miért pont a választásokig? Tehát mi az, ami pont mondjuk jövő év tavaszáig tart ki, mármint hogy valamilyen tényezőnek a hatása? Hát mondjuk az infláció az klasszikusan ilyen, és azért az infláció az elég lényeges, mert ugye az a kibent jövedelmeket vissza tudja hozni. Miért az, ami történik majd tavasszal? Hát ugye a mostani, tehát ugye nem lehet megismételni a rezsicsökkentéseket, igen. Tehát ugye úgy tetszik innen kezdve, ugye ahogy ennek a hatása kimegy, akkor elkezd az infláció emelkedni. Sőt, hát ugye valószínűleg a gazdasági racionalitás előbb-utóbb ki fogja kényszeríteni, hogy ezt valahogy a áremelésekkel a lehetetlen szituációkat legalább kezelni kell. Vagy akkor a költségvetésnek kell berakni ez a szolgáltatókhoz komolyabb pénzeket. De például hát arra a meg szemétszállításhoz? Hát például ahol mondjuk ilyen önkormányzati vállalatok vannak, ott nyilvánvalóan nem nagyon van más megoldás, de hát ugye idézőjelben egyéb cégeket is kivásárol az állam, tehát onnan kezdve hát nem nézheti azt, hogy az a cég az ellehetetlenül jön, és ne tudjon semmilyen fejlesztést végrehajtani. Tehát előbb-utóbb... Látunk már olyat. Hát igen, egy darabig, állami cégeknél szinte persze, csak olyat egy látunk. Darabig lehet, de hát egy időn túl nem lehet. Tehát az egyik ilyen tényező az ehhez. Másrészt most ezek persze részben véletlen összeesések, tehát az uniós pénzek beáramlásának gyorsulása is kifut, tehát ugye ez a tényező sem tud majd jelentkezni. Tehát egyrészt az emelkedő infláció miatt ugye a fogyasztás valószínűleg növekedése az lejjebb fog szállni, a beruházások már nem tudnak olyan mértékben beáramolni, mint korábban, és ebből valamivel, tehát ez határt szab a dolognak, de most, hogy egész pontosan ez mit jelent, erre ugye 15-ről nem csináltunk prognózist, de általában azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen 1,5%-os növekedésre valószínűleg képes a magyar gazdaság ebben az időszakban is, csak hát ez édes kevés, mert egyébként az Unió most éppen a 1,5-2 sávba van, és a régió egyéb országai meg ennél jóval dinamikusabb, vagy legalábbis azoknak a nagy többsége dinamikus növekedésre képes. Tehát nem arról... Matolcsi György szerint nem jól kezelték a válságot, hát le is kéne mondani a pénzügyi biztosnak. Hát egyelőre az Unió számai jobbak, mint a mi számaink, és mondjuk Lengyelország vagy Szlovákia számai sokkal jobbak, mint a mi számaink, tehát ők valószínűleg ők jobban kezelték a válságot, mint ahogy Magyarország tudta kezelni. Tehát nem arról van szó, hogy Magyarország válságban van, és Magyarországban valami hatalmas felfordulás lesz, csak arról van szó, hogy egy ilyen évi 1%, 1,5%-os növekedés adott esetben évtizedeken át, hát ez nem perspektíva a mi számunkra. Amikor sokkal jobb is lehetne, mert ugye Szlovákia azért nincs olyan nagyon messze, meg Lengyelország nincs olyan nagyon messze, most ne is beszéljünk a baltiakról, vagy most már lassan Romániáról is. Hát ezek sokkal dinamikusabb növekedésre képesek, és az a nagy baj, hogy mi ezt nem követjük, holott 20 évvel ezelőtt ugye mi még az élmezőnyben voltunk, és most már ugye lassan az utolsó 3-4-be tartozunk. Minden esetre a távolság az, ami, vagy a közelség, ami legkevésbé befolyásolja ezeket a folyamatokat. Köszönöm szépen, hogy itt volt.